A szezon eddigi legnehezebb mérkőzésére készül a Panergy Miskolci vízilabda klub. Szombaton 19 órás kezdéssel ugyanis a Brescia csapatával mérkőzik a kemény uszodában az Európa Kupa negyeddöntő visszavágóján a miskolci együttes. Bár a 7 gólos hátrány miatt kisebb csodákra lenne szükség a továbbjutáshoz, de ettől függetlenül mindent megpróbálnak majd a hazai medencében, Misicsék. Amikor a vízilabda Európa Kupa negyeddöntő párosítása ismerté vált, már lehetett tudni, hogy a legnehezebb ellenfelet az olasz Brescia csapatát a miskolci együttes fogta ki. Így is készültek a miskolci pólósok, hiszen az olasz Stargardával, a Pro Reccoval is döntetlenezett hazája bajnokságában a Brescia. Ám nem sikerült sajnos feltartóztatni az olasz hengert, és 7-2-re elléptek, majd 17-10-re megnyerték az Európa Kupa első találkozóját Alessandro Bravo fiai, akik előrehozott döntőnek titulálták a miskolci együttessel vívott kupa találkozót. Az én csapatomat ilyen szétesve nem láttam játszani. Lehet megzavarta őket az ottani környezet, ez a kimondott, ez az olaszos őrületbe zavaró poló hangulat, de ez sem mentség, hanem végül is a sok sérült, meg a fejben lezajló dolgok, amiben én, mint vezető, nem tudok teljesen belelátni. Ez lehetett az oka. Ugyanis Lőrinc sérülése miatt el sem utazott a csapattal, és az FTC ellen szintén megsérülő Stojanovic sem tudott segíteni csapatán, és még 3 lázas beteg is terhelte a miskolci keretet. A klubvezető hozzátette, céljuk az, hogy korrigálják a szakma és a közönség előtt is az első mérkőzésen történteket. Ez a miskolci mérkőzés biztos nem az a meccs lesz, ami a Brescia meccs volt. Itt harapni fogunk teljes mértékben, tehát úgy megyünk be a vízbe, mint 0-0, és meg akarjuk nyerni a mérkőzést. A vízilabda Európa Kupa visszavágónak a Kemény Dénes uszoda ad otthont. A mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik.